28 éves, jól szituált komlói anyukát bilincsben, vezetőszáron állítottak elő a rendőrségre, miután otthonában a fürdőkát vizébe folytotta kisgyermekét. A gyermekre az éppen látogatóba érkező nagyszülők találtak rá, akik azonnal hívták a központi segélyhívószámot, azonban a kiérkező mentők sajnos már nem tudták a csecsemő életét megmenteni. A kollégáim elfogták a helyszínen a nőt, akit előállítottak a rendőrfőkapitányságra. Anyu mozog gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő részletes vallomást tett. A bűncselekmény körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. A nő ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntete miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. A gyanúsított letartóztatása tárgyában tartandó ülésre június 2-án kerül sor a Pécsi járásbíróságon.